Egészen megdöbbentő felvételek kerültek ki azokról a merénylőkről, akik legalább 133 embert mészároltak le egy moszkvai koncert előtt. Miközben megy a találgatás, hogy pontosan ki állhat a 20 éve nem látott oroszországi vérfürdő mögött az elkövetők vallomásai újabb súlyos kérdéseket vetnek fel. Az egyik merénylő alig pár millió forintnyi fizetségért vett részt a tömeggyilkosságokban, míg egy másiknak, az elfogáskor lenyisszantották a fülét, és megpróbálták vele megetetni. Üdvözlöm Önöket a mikrofonnál, Kulifai Máté. Ebben a podcast sorozatban rendkívüli cikkek és hírek hátterét igyekszem megvilágítani. Ha kíváncsi a folytatásra, kérem iratkozzon fel a YouTube csatornánkra, amelyet már több mint 64 ezeren követnek, és állítsa be az értesítéseket is a csengőgomb megnyomásával. Számos felvétel kering a közösségi oldalakon azokról az elkövetőkről, akik végrehajtották Moszkvában a tömeggyilkosságokat. Ebben legalább 133 ember halt meg, és további 107 en kerültek kórházba, köztük három gyermek. Mintegy 60-an vannak súlyos állapotban, így félő, hogy az áldozatok száma még tovább fog növekedni. Az elkövetőkről hivatalosan annyit tudni, hogy négyen voltak, egyikőjük sem orosz állampolgár, Vladimir Putyin orosz elnök tájékoztatása szerint egy fehér Renault-val menekültek el a helyszínről, Moszkvától mintegy 340 kilométerre sikerült őket elfogni, éppen Ukrajna felé mentek, ahol az elnök azt állítja, hogy már készültek a fogadásukra, hogy át tudják lépni az orosz-ukrán határt. Már olyan sajtóinformáció is kering, mely szerint az egyikőjük, Rusztam Aziev, egy ukrán állampolgár, aki még 2022-ben az ukrán fegyveres erők kötelékében szolgált. Ezt az információt azonban független forrás még nem erősítette meg. A négy támadó közül az egyiket még a koncertteremben sikerült semlegesíteni, nem is akárkinek. Az orosz nyomozó bizottság hivatalos tájékoztatása szerint egy koncertező néző volt az, aki páratlan bátorságról tett tanúbizonyságot, amikor az egyik merénylőnek nekimenve őt sikeresen lefegyverezte. A hőst nem nevezték meg, de azt közölték, hogy szeretnék kitüntetni, amiért bátor cselekedeteivel és döntéseivel számos ember életét sikerült megmentenie. Az elmondásuk szerint a férfi éppen a feleségét védte, amikor sikeresen semlegesítette a támadót. A többi merénylő viszont egészen messzire jutott Moszkvától. Az egyik őjüket most kórházban kezelik a sürgősségi osztályon, míg egy másik elkövetőről egy olyan felvétel kering a közösségi oldalakon, hogy az őt elfogó orosz katonák levágták egy késsel a fülét, majd azt többször beletömték a szájába. Ugyanezt a férfit később ki is hallgatták, amely során azt vallotta, bekötött fejjel, véres arca, a véres felsővel, hogy Rajav al-Zadának hívják, 30 éves, és nem tud oroszul, amikor elmenekült Moszkvából, eldobta a fegyverét az úton, a vallatok pedig azt akarják a videó alapján kideríteni, hogy a társainak hol lehetnek vajon az eldobált fegyverei, ám a férfi láthatóan nagyon össze van zavarodva a felvételen, nem igazán tudta, hogy mikor szabadultak meg a gépkarabélyoktól. Ez a férfi egyébként az erdőben próbált meg elmenekülni az őt üldöző orosz katonák, rendőrök elől, ám ez nem sikerült neki, még időben földre tudták teperni. Egy másik merénylőt, egy padon ülve filmezett le valakit, valaki, miközben kikérdezték, lábai kezei össze vannak kötözve ilyen gyors kötözővel, ő azt vallotta tágyik nyelven, hogy egy hostelben szállt meg más menekültekkel együtt, akik szintén Dajjigisztából érkeztek, hosszú ideje nem talált magának munkát, aztán egy Abdulak nevű felhasználó a Telegramon pénzt ajánlott neki azért, hogy ő jön embereket. Neki állítólag 4 millió forintnyi rubelt ajánlottak. Ő azt állította a megrendelés szerint a helyszínen mindegy, hogy kit, de ölnie kellett. Hozzátette, ő még március elején repült Törökországból Oroszországba, ekkor lépett kapcsolatba vele a Telegramon egy muszlim prédikátor nevezető felhasználó, aki nevet is adott neki, Fariduni Shamsidin. Mint fogalmazott, hallgatta a tanításait a csatornán, többek között arról, hogy miért fontosak ezek a gyilkosságok. Ugyanezt egy másik társa is megerősítette, miközben elismerte, hogy ő követte el a tömeggyilkosságokat a koncertteremben, azt is elmondta, hogy ő Mindössze két millió forintnyi rúberél vállalta a mészárlást, a fegyvereket pedig azoktól kapta, akik a támadást megrendelték. A pénz felét már előre megkapta, a másik felét pedig a merénylet után kapta volna készhez, csak hát ugye elfogták. A megrendelőket viszont nem tudta megnevezni, állítása szerint a Telegramon keresték meg őt is, ott küldték el neki a helyszínt, ahol a gyilkosságokat végre kellett hajtania. Az iszlám állam a hivatalos csatornáin azt közölte, hogy ők mind a dzsihadista terrorszervezethez tartoznak, és ennek bizonyításául egy fotót is közzétettek, amelyben állarcban látható négy ember, ám a ruházatuk alapján sokan hitelesnek vélik az iszlám állam zászlaja előtt készült fotót, és összehasonlították ugye az orosz biztonsági szolgálatok által közzétett felvételekre, kihallgatásokkal. Az orosz vezetés részéről azonban eddig még nem reagált senki az iszlamista terrorszervezet állításaira, amiből arra lehet következtetni, hogy nem is igazán fogadják el hitelesnek azt az állítást a felelősségvállalás tekintetében. Holott korábban az orosz hatóságok egyébként már többször is fog, fogtak el iszlám államhoz köthető terroristákat, merénylőket, ezekről rendszeresen tájékoztattak is, most viszont úgy tűnik, mintha másra gyanakodnának. Vladimir Putyin a ma közzétett videós beszédében többször is úgy fogalmazott, hogy ki fogják deríteni és meg fogják találni azokat, akik a támadást kitervelték és megrendelték. Ajánlom a figyelmükbe a hetek friss lapszámát, amelyben most részletesen is olvashatnak azokról a súlyos kérdésekről, amelyek felmerültek a Magyar Péter jelenséggel kapcsolatosan. Magánéleti botránytól elkezdve az elezéki messiás váráson keresztül a kormányváltás dilemmájáig, ugyancsak részletesen is foglalkozunk azokkal a daggasztó kijelentésekkel, amelyeket most európai vezetőktől hallani a fegyverkezést, sorkötelezettséget, illetve a katonák Ukrajnába küldését illetően. Hogy mekkora esély van egy NATO-Oroszország háborúra, ezt próbáljuk megkideríteni cikkünkben. Komoly felháborodást váltott ki Izraelben is, hogy az Egyesült Államokban demokrata vezetők lényegében Benjamin Netanyahu megbuktatására szólítottak fel de ajánljuk izgalmas elemzésünket arról is, hogy mit mond a Biblia a nacionalizmusról, a nemzetállamokról és annak kereszténységhez, egyházhoz való viszonyáról. A lapszámban filmekről is olvashatnak, nem is egyről, nyomban háromról is, gorcső alá vettük a dűne második részét, a most vagy soha Petőfi filmet, illetve a Semmelweisről készített alkotást is. A lapot kéri az újságárusító helyeken, hogy rendelje meg hozzáférését a hetek.hu perelőfizetés oldalom. Köszönöm a figyelmüket! Ha tetszett ez a podcast, kérem iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, amelyet már több mint 64 ezeren követnek, és állítsák be az értesítéseket is a csengőgomb megnyomásával. Ha szeretnék támogatni további podcastjaink elkészültét, ezt is meg tudják tenni a videó alatti sávban található köszönet gomb megnyomásával, egy tetszőleges összeget kiválasztva. Előre is köszönünk minden felajánlást, vigyázzanak magukra!